Aztán ott is lebogaráztuk, majd akkor dúlták. Ilyen szóval úgy történt, hogy itt volt a megnyitó, ágyúlövéssel minden, nagyobb ágyúval is. Arra fel az erdőbe, a felmenni körbe, úgy volt kiépítve a pályától a célok kirakva, ide-vissza, ez meg legyen. Gyújtó. A gyújtó zsinór, mert azt utólag már egy kicsit nehézkesebb, és abból baj lehet mindig. Itt be is tesszük ide. Kicsit töltöm, a nagyot te töltöd, jó? Fel kell menni függőlegesre? Ez nem vészes, mert hát, föl lehet. Lőporszarú. Jól lesz szar. Egy adag. Kimérem mindig. Milyen finoman folyik. Perek kifele. Hopp. Ez így. Megvan. Beöntjük. Ugyanez a tiéd. Közben mutatom, mi kell hozzá. Ezek vécépapír, zsebkendő, ilyesmi. És ezzel a... Miért nem jön? Meg kell nyomni a gombot rajta. Jó. És akkor egyszer? Egyszer. Vagy végignyomni? Úgy fogod, nyomod és akkor folyik. Érdekes. Ha nem nyomom, nem folyik. Még te mondtad egyszer, felraktam egy képet, több képet, ott készült Pozsonyba, ott masíroztak azok a hizék, tudod. Azt mondtad, hogy tudod, lógott rajtuk 8 hizé, vagy hány, ilyen töltés. Igen. Elkészített. Az előre készített. De azt hogy mondtad, hogy mi vannak a neve? Bandoliernek nevezik azt a hizét, töltényövet. Így keresztbe volt rajta. Igen. Bandolier? Bandoliernek nevezik, az ilyen fa dolog. Elég bele egy adag? Ebben. Egy, persze, nem szok. Akkor ezt megemelem egy kicsit, jó? Úgy van, nyugodtan, állíts fel. Jó van. Állíts fel rendesen, úgy bele. Te fogod elsütni is. Gondolom, hogy le kell most verni a hizével. Azt nem kell a lőportnak, csak a folytását. Azt hiszem, hogy ennek nincsen hizé, valami dugója. Csak így lóg bele. Ott lóg. Azt csak így csináltam udalomból, hogy legyen mégis valami hozzá. Közben ezt már tolhatod rá. Ebbe még az. Ebből mennyi kell? Gyűrd össze, és akkor... Mennyi kell belőle? Mehet, mind bele. Akkor meg kell tervezni. A folytás. Mint a izébe volt a... Csak az eredeti tömködő veszőm, az kimaradt füleken. Úgyhogy most csak utolsó ilyen... mohikámban, amikor mondta, hogy adja egy kis... Izei darabkát, sejem darabkát, a ruhából. Azt mondja, még egy pár izei. Yard. Mi? Igaz? A folytás azon múlik, hogy mennyire van izére lefolytva a cső. Most ebbe én merhetek bele teljesen tövig. Itt egy valamire kell figyelni az ágyuknál, ugye a lőport kiáramlása, hogy a gázosodik, ilyesmi, meg legyen a csőfal vastagság, ilyesmi. Ha az megvan, akkor nem bír szétrobbanni. Viszont ha például a régi ágyuknál is azért voltak a csőrobbanások, ilyesmi, egyrészt nem biztos, hogy rosszul töltötték, hanem az, hogy... Amikor rózsaszerűen kinyílt a cső, mi? Azok nem, azok szétrobbantak a régi ágyuk, mert ugye ezek öntött darabok voltak. De ahogy csináltak valamit, turpisságot az ellenség. Az volt a lényeg, hát be lehetett szögezni, ilyesmi, de arra megvoltak a speciális kecskelábak, ilyesmi, hogy a, hogy bírja kiszedni belőle a izét. A gyújtóluknak a beszögezését, azt általában vasszöggel izélték. Ezt most csak vigyázz a végével, mert ez teljesen végig. Csak én a különböző. Én úgy szoktam mindig, hogy egy. Nem akartam a jövőt. Következő adag. Így adom a következőt hozzá. Mert hogyha nincs benne a... A folytás adja meg az, hogy rendesen működjön. Uh-huh. Most a folytásra végig ugye ment az erejét. Úgy van. Végig párhuzamos a cső? Persze. Egy fogom.
E-Formice. Lenni, nem szabad semmi olyan nagy különleges dolognak lenni, azt lehet bele. És az ágyogolyó mikor megy bele? A legvégig kéne a folytás után. Mikor kérdeztem volna. Kösz. Golyót nem kell. Mielőtt meg nem szólal, hogy te hát golyót nem rakhatunk bele. Ezt a papírt is kilőjük, mindenféle izét. Mindent kilakunk belőle. Amúgy kipróbáltuk léposztatót, így el megben izékkel, figyelmékekkel. A papír zsebkendő a szolos fenyődeszkát képes átszakítani, ha rendesen bele van. Sima papír zsebkendő. Így van. Van az ereje, elé állni nem szabad. Van ott karton, majd második töltésre kivisszük, aztán megküldjük. Úgy aránylag közelő, de hogy is hívják ott, nem. Lőszert nem szeretek belevetni. Tettünk bele rétpuska töltés, kartonpapírra rálőttünk. Csinált rajta igen rendes érzéket, lukakat. Elvileg kész. Jó lesz. Na, akkor hol csináljuk a lövést? Indét? Egy valamit kérek. Én szerintem a főben jobb lesz. Mert ez, itt ez a lövény hátra goró. Ide tesszük őt. Jó. Így. Őt. Így. Te fogod meggyújtani, de amikor azt mondom, hogy hátra, akkor ide kilépsz körülbelül. Egy ekkora egy fényképet még előtte. Jó. Amiken csak én vagyok meg a kis aranyos. Várj, akkor bekapcsolom a gépedet. Hát Zsolti lefényképez. Azt a kis pici gombot az. Aha, pici. Jó. Megvan. Egy ízeit, egy. Ezt így légyek közelebbi. Jó. Egy állót is csinálok, jó? Így ide nézzél. Paksi. Na, anyukám, te oda mész. Lövésnél megpróbáljam elkapni, hogy... De menjél ki. De. Olyan figyelem a gyújtózsinót, csak elmész oldalt, vagy 3-4 méter tőle. Milyen? De még? Nem látok között, jó. Hátra, azaz. Ajjaj, jó helyen állt, amit a izé alatt. Nem baj, lehet a következő is. Nem bírom bemérni a... Menjek kicsit még a baszakba. Hú, öregem, nekem a fülem. Te ez nagyon nagyot szólt. Vagy a füst, érted? Vagy te tudod, hogy mikor... Én megpróbálom, hogy el legyek kapva. Ezt tettem neked, hogy hátra rúgjam. Én azt tudom. Öregem! Ennyi izé, mennyiség. Szerintem nem biztos, hogy el bírtam kapni. Jó van az így. Szűjt ez! Ott hátul vagy, hogy mondtad? Hát elviszik oda a kartonokhoz, azt megküldjük a karton izét. Na, hogy tetszik, Evi? Nagyon szuper. Betöltjük szép nyugodtan. De ha jó a terep, ahol visszhangzik, meg tudod, milyen hangja van? Az eredeti izé. Tomi meghallotta izébe a... Perek belefele? Igen. Nyugodtan teljesen. Zsóna itt van a várba, kicsit elsütöttem. Vigi az ott izélt, hogy gyerekek szólhatnak. Teljesen tele? Teljesen tele. Az egy adag. Nyomod a kis gombot, az perek belefele, bő. Látod, amikor majdnem tele van, akkor abba hagyja. Megyen bele? Hát megy valamennyire. Nyomni kell, alulról kell nyomni. Vagy felülről? Mert ezt még újra kívülhetjük. Iszonyat energia van benne. Úgy belelököd, ez az. Tegyél bele egy kis papírt. Így egy most ilyen. Még függőleges, hogy nehogy. Így nyugodtan föl kell állítani, és akkor a döröklővel letolni. Fogd meg a csövet. Az a fele megy, csak itt a végén. Itt fogd meg a csövet, ahol én fogom kis szögbe, hogy ezért ne picsaklodjon. Úgy. Tökéletes. Mint a haver. Jó erősen. Ó, kell lehet, az még. Lehet még. Dömködjed még, Ildi. Ezzel pillanatban segítek, mert beszoktam ütni ilyenkor. De akkor stabil. Az elsőt. Nem csak elsőt.
Akkor üzével lövik. Szépen eltalál. Kis puskával. Nem kell. De ez aránylag rávisz. Rávisz így is. Rá fog vinni, hidd el. Nézed csak. Rá fog vinni, idét nézebből a csövet. Éppen hogy az alját. De ha ezt talált, csak, csak nézzük meg, hogy mit csinálnak. Oké. Okay. Várj, az nem kell. Így most a teteje felé visz. Hát nézzél bele a cső irányba. Uh-huh. Úgy már jobb. Várj, hát itt van még rajta. Ezt le lehet nyomni. Van itt állító rajta, csak ezt nem bírom most ilyenkor tekerni. Nézzél bele a csőbe. Alul volt. Ha jó erőse van töltve, akkor elvileg átüti. Úgy látom, már csináltak mozgócélos futóvadas pályát. Ebben a szögben, hogy most van. Nézzük be! Ez körülbelül. Aha. De? Jó. Hát ez meg minden, az úgyis. Nem, érni fog. Nem, azt te, nem. Na, hát most... Te lüljél. Na, akkor gyere, valaki. Kamerát. Akkor nem kell megijedni. Meggyújt. Azt szép a hátralépe. Mehet. Kicsit hajtsd le, hogy meg tudja gyújtani. A másik kezeddel. Úgy, le, úgy és most meggyújtod. De észre hajtsad le közbe. Közbe. Nem szabad, nem kell ivi. Csak oda kell érinteni a lángot hozzá. Na, ha ez működne. Működik, az csak. Még egyszer a lángot. Onnét közelül. Begyújt, akkor még egyszer kattam. Még nem, onkos istereg. Nem kell félni tőle. Nem kell félni. Mondta, hogy hajtsd le egy kicsit a gyújtózsinórt. A másik kezeddel. Pillanat, pillanat, segítek. Csak nem szabad kivenni a gyújtósugót. Én csak meghajlítani mondtam. Ennyit lehet. Láng nyugodtan mehet. Be van gyújtva. Jó. Nem kell félni. Pont a tetejét lőtte. Ja nem, ott van. Nem, ott van. Ez most csak fölvakarta. Ott nem van. Volt annyira... De jó volt az irányzék. Aha, nézd meg. Ott, de az irányzék jó volt. Jó volt, mondtam. A papír zsebkendő. Ezt ott csinálja. Van, én éve úgy belegyűrmöltem. És nem volt rendesen izélve, mert... Uh-huh, de nézd meg hátul. Hogy igen, megnyomta rendesen. Ott megnyomta. Mit csináltál? Magyar majd pukkantottam. Figyelj már, ennek ez fölfelé fog lőni? Nem lő semmit. Azért van itt ez a mert... Begyújtva! Na jó, már elég volt a gyerekjárt. Rendesen kalapáccsal, vas, vagy alumínium rúddal beleverem a izét. Ez megcsinálja azt a picike, kis béka úgy hívom. Fölugrik, és akkor így megfordul a levegőbe. Akkor a nyomás a föld felé, és akkor pattog. Pont rá van irányozva az izére. Jó, oké, okay, ott van a ka. Úgy próbáld majd a videózást oldalról, hogy lehessen látni az ágyút is, meg a izére. Ez most pont ott van. Látszik az is? Minden, te is, okay. Minden. Hátrébb lőkéne egy kicsit. Várjál, megyek hátrébb. Jó van az. Begyújtva. Egyé. Azt teli találat, bazd meg. Tudtam, hogy bemérem valamennyire. Ott van, nézd meg. Pont oda, mert ott vannak a lyukak a... Nézzék, a magok. Éldi. Hányat tettél bele? 4 darab volt bele. Nézed csak. 1, 2, 3, 4. Itt van, látod, Éli? Meg elvitte ezeket is a fené. Hát is viszi ugyanúgy. De... Eldűthet, ott van. Azt a mindenit. Ez nem semmi. Ez, hallod? Hogy... Ez hátra ment, vagy 3 métert. Azért mondom, hogy életveszélyes tud lenni. Ha persze. Ha, hogy ne. Na, hogy akkor most ki az ágyúmester? Nagyon jó, gyerek. Nagyon jó. Elszórakoztunk.